Most még üresek a padok, a tábla letörölve. Hamarosan diákokkal telik meg a terem. Itt indítja el kihelyezett Máté Szalkai képzéseit a Nyíregyházi Egyetem. A képzések egyébként péntek délután és szombaton lesznek. Juhászné Kicsák Marianna alpolgármester azt mondta, a helyi vállalkozásokat kérdezték meg, hogy milyen képzéseket indítsanak. Az első és legfontosabb lépés az volt, hogy megkérdeztük a Máté Szalkán és Máté Szalka környékén működő vállalkozásokat és munkáltatókat, hogy melyek azok a szakterületek, amelyeket legfontosabbnak látnak első körben, hogy Máté Szalkán elinduljon, hiszen biztos munkahelyet tudnak adni majd az itt elvégzett és végzős diákoknak. Körlevelet küldtünk ki nekik, és nagyon sok válasz érkezett, és a két legnépszerűbb szakot, az általuk megjelölt két legnépszerűbb szakot indítottuk most el első körben, de reményeink szerint ennek lesz folytatása, és tovább bővítjük a szakok körét a jövőben. Kovács Sándor országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy kulcsfontosságú a térség szempontjából, hogy az egyetem itt tudja tartani a fiatalokat. Máté Szalka egy iskolaváros, oktatási központ. Ennek az oktatási központ szerepet kellett, hogy emeljük egy téttel, hiszen nagyon tehetséges gyermekeink hagynak itt minket, és mennek el messzire, és ha egyszer elmennek, akkor nehezen vagy egyáltalán nem jönnek vissza. Az a célunk, hogy egyrészt ezeknek az okos gyerekeknek adjunk egy lehetőséget itt Máté Szalkán, de akár felnőtt képzésbe is, hogy induljanak ezeken a szakokon, ami várhatólag gépész lesz és bölcsődés szak. Hogy miért ezek a szakok? Egyrésztről van gépészeti szak középiskola, a másik részről mérnök. Nagyon nagy szükség van a Máté Szalkán lévők vállalkozásoknak. A másik pedig, hogy Máté Szalkán épül két bölcsőde, és a környéken nagyon sok bölcsőde. Ez pedig azért fontos, mert kell bölcsődékbe szakemberek, tehát a csecsemő oktató és vezetőnek kell egy ilyen végzettség, amit el akar indítani. Levelező munkarendben indul a két szak, a csecsemő és kisgyermeknevelő, valamint a gépészmérnöki alapképzés a városban. A Nyíregyházi Egyetem küldetésének érzi, hogy a megye minden polgára számára nyitott legyen. A Nyíregyházi Egyetem tulajdonképpen egy társadalmi szerepvállalását tölti be azzal, hogy Máté Szalkán felsőoktatási közösségi képzőhelyet hozott létre a város együttműködésével. Ez azért nagyon fontos, mert ezzel biztosítjuk azt a lehetőséget azoknak a fiataloknak a számára, akik egyébként nem tudnak akár a közelben lévő egyetemekre sem utazni, vállalni az ezzel járó mind fizikai, mind anyagi költségeket, és tulajdonképpen azzal, hogy ide mi, a mi oktatóink jönnek helyben, ezzel ugyanazt a képzést fogja megkapni a hallgató, annyiban elősegítve az ő továbbtanulását, hogy mellette tud dolgozni, és természetesen ezzel együtt azt teremtjük meg neki, hogy ne kelljen más esetleg messzebbi egyetemekre elmenni. Mindkét képzés önköltséges. A csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzés 6 fél éves, fél évenként 140 ezer forintba kerül. A gépészmérnök alapképzés 7 fél éves, ott fél évente 190 ezer forintba kerül a képzés. Az oktatás 2022. szeptemberében indul a Máté Szalkai Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központban.